szörnyű volt látni mindazt a pusztítást, ami Antakya Hatály városában történt. Ugyanakkor a mindennapok embere, a városlakók pedig azonnal hívtak bennünket, hogy ez alatt a ház alatt hallottak hangokat, az alatt a ház alatt hallottak hangokat, és nagyon hálásak voltunk, hogy 11 túlélőt tudtunk a romok alatt megtalálni, akik közül hetet baptista szeretett szolgált csapata tudott kivenni, kiemelni a romok alól. A többit a török mentő csapatok, akikkel kiváló volt az együttműködés. Nagyon sok helyütt dolgoztunk már együtt a világban, más katasztrófáknál is, itt Törökországban is kiváló volt az együttműködés. Illetve nagyszerű volt tapasztalni azt, hogy a tüzek mellett, amint éppen egy forró levest főznek az emberek, egy lencselevest és sárga borsólevest, nagyon sok esetben megkínálták a mi munkatársainkat is, vagy egyszerűen csak oda jöttek egy ölelést adni és elmondani azt, hogy köszönjük magyarok, hogy itt vagytok és segítetek nekünk. Egészen megható volt látni azt a fogadtatást, amiben a szeretett szolgálat csapatának volt része. Onnantól kezdve, hogy a Turkish Airlines munkatársai nem győzték kifejezni a háláit azért, mert kimegyünk a honfitársaiknak segíteni. A reptéren összefutottunk a török nagykövet asszonnyal is, aki sírva mondta el, hogy a férje pont a romok alá szorult és nagyon aggódik miatta. Találkoztunk többször is, és rendszerint ajándékokat hoztak, és nagyon-nagyon hálásak voltak azért, mert kint vagyunk. Meglepő volt azt is látni, hogy a török lakosok testvérként fogadtak minket, és számtalanszor elmondták, hogy a török magyar mekkora nagy testvér, és milyen nagy barát, és hálásak nekünk. Furcsa volt azt megtapasztalni, hogy amikor a Huba Rescue 24 csapata éppen pihenőt tartott, vagy egy helyben megállt, akkor a lakosok hozták a vizet, az élelmiszert, az édességeket, és gondoskodtak arról, hogy mindenképpen érezzük azt, hogy ők szeretettel fogadnak. Ez rettentő nagy hála volt a szívünkben azért, mert ott lehettünk.